És engedjék meg nekem, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel megköszönjem honfitársaimnak, különösen azoknak, akik megtiszteltek bennünket a választással, és eljöttek, és szavaztak ránk. Sokan voltak, legalábbis a regisztrált létszámhoz képest sokan voltak, és mindenki ilyen pipecül járt el, pontosan, precízen, ahogyan az német emberektől elvárható. Köszönetét fejezte ki a szavazóknak az önkormányzati választáson való részvételért Fehér György. Október 13-án összesen 117 regisztrált német nemzetiségi választópolgár járult az urnákhoz, ebből csupán egy szavazólap lett érvénytelen. A szavazatok alakulása túlzottan nem lepett meg. Ugye elég sokan működünk nagyon-nagyon régóta ebben a német önkormányzatban, itt Pakson, tehát 20 év, 21 évről beszélünk. Természetesen az első két pozíció az a ismertségből és ebből a közös eltöltött 21 évből fakadt. Racskó Steffi kolléganőm és én kaptuk a 91 nehány szavazatokat kaptunk. Hirt József 68, Tresznics Károly 60 és Fejér Gábor 49 szavazattal mandátumot szerzett, így az önkormányzat megválasztott képviselői lettek. Fehér György elmondta, hogy már a választások előtt elhatározták, hogy a megkezdett munkát közösen folytatják, így a többi indulóra is számítanak a jövőben. A törvényi előírásoknak megfelelően hamarosan megtartja az új testület az alakuló ülését. Ott kapják meg a megbízó levelüket a megválasztott képviselők, majd aztán megválasztják maguk közül az elnököt, elnökhelyettest, bizottsági tagokat választanak, külsőt, belsőt, ilyet-olyat. Törvény szerint előírt első feladat, hogy az illetményünkről döntsünk, ez lesz a legkönnyebb napi rendi pontunk, nekünk még olyan sose volt, most se lesz, ebben teljesen biztos vagyok. Szintén az alakuló ülésen köt együttműködési megállapodást az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal. A Tolna megyei közgyűlésben is lesz paksi tag, Fehér György a 7 tagú grémiumban fogja képviselni a polgárok érdekeit.